Na, sziasztok, csajszi baraszkok! Sok szeretettel köszöntelek benneteket, és ugyebár tegnap mondtam, hogy meg fogok osztani egy-két dolgot, ugyanis megint a halálán van a gépem. Ne kérdezzétek, hogy miért, fogalmam nincs. Tehát egyszerűen ezt én nem értem. Tehát egyszer jó, egyszer nem. Azért szerintem ti is észleltétek, hogy az utóbbi időben egyébként nem laggoltak a videók, legalábbis szerintem nem laggoltak. Még a map videókat is tudtam csinálni, egész eddig azért nem csináltam, mert alkalmatlan volt rá a gépem, laggos volt, stb. És most meg azért szerintem nem csináltam olyan laggos map videókat, és hát most teljesen meghalt a gépem, gyerekek. De tényleg, egyszerűen meghalt a gépem. És kérdeztétek, hogy miért ilyen gyors a lovam a tegnapi videóba. Azért volt ilyen gyors, mert azzal, hogy szaragszik a gép, valahogy úgy konvertálja át ennek köszönhetően a Filmora az egész videót, hogy olyan, mintha néhol normál tempó lenne, utána pedig felgyorsul, és ezt így valahogy nem tudtam korrigálni még. Nem tudom, hogy mit kezdjek vele jelen pillanatban, egyelőre csak annyit tudok mondani, hogy ne haragudjatok, de hogyha nem lesz annyi videó a mostani héten, meg a jövő héten, akkor ne lepődjetek meg, nem tűntem el, itt vagyok, csak egyszerűen nem tudok így videózni, és nem is tudok így egyáltalán játszani. Tehát azt képzeljétek el, hogy sokkal jobban laggolok videózás nélkül, mint amikor fölvettem nektek pár részletet videóba, amiket láttatok még régebben. És egyszerűen nem tudom, hogy mi van, és elnézést kérek, de egyszerűen nem tudok vele mit csinálni. Nem tudok vele mit csinálni, szóval, hogyha nem lesz videó, akkor valószínűleg ezért lesz. Próbálok majd másik típusú videót is összerakni. Lehet majd csinálok majd lófajtás videót, mert ugyebár azzal is lógok nektek. A Morgan lesz a következő lófajta, amit föl fogok olvasni. Legalábbis a lófajtás videóban azt mondom, hogy kitalálunk valamit. A versenyen ugye vasárnapig lehet még szavazni, és hát nem tudom, hogy mikor lesz fönt az eredményhirdetéses videó, de szerintem jövő hét eleje lehet, már vasárnap is fönt lesz, nem tudom, még meg kell néznem, mert vasárnap nekem névnapom lesz, és lehet, hogy ide-oda majd elmegyek, hogy meggratuláljanak, mert nálunk szokás így a névnapot is ünnepelni, nem tudom, hogy nálatok szokás-e vagy sem. Na mindegy, szóval nem biztos, hogy még itthon leszek, de délelőtt mindenképpen összeszámolom a szavazatokat, meg a minden ilyesmit, és akkor délig még elfogadok mindenfajta szavazatot. Jó? Tehát ennyi. Kérdezte az egyik leányzó a tegnapi poszt alatt, hogyha azt mondtam a Lipicaira, hogy meg fogom venni, akkor a 7000 SC-ből miért nem tudtam venni egyet. A válasz baromi egyszerű, nem akarom teleokádni az istállómat olyan lovakkal, amiket nem fogok tudni kiedzeni. Őt is csak azért vettem meg, mert új lovak voltak, és mindenképpen szerettem volna már egyet, és régen volt már lóvételes videó, tehát részben egy kicsit miattatok is, meg részben azért is, mert hát, hogyha már behozták, akkor már legyen. Szóval ezért nem vettem még egy Lipicait, mert egyrészt még a rendes nincs is kiezve, másrészt pedig, hogyha egyszerűen nem tudok feljönni, mert annyira laggol, annyira élvezhetetlen, nem tudok vele mit csinálni, akkor egyszerűen tök fölöslegesnek érzem, hogy ott porosodjon az istállóba. Tehát megfogom, kiedzem ezt a két paripát, és akkor utána veszek Lipicait. Tehát ezen nem fog múlni. Szóval fogok majd venni, csak nem most, mert egyszerűen nem bírom ezt a lagot elviselni, ne haragudjatok, de ez katasztrófa. Szóval szerintem megint az lesz, hogy egy hétig, másfél hétig totál szar lesz még a gép, és akkor utána megint kap egy fejbe kólintást, hogy neki jól kéne működnie, és akkor talán már rendesen fog működni, de addig nem akarom rontani a szemeteket ezzel az undorító látvánnyal, mert ahogy én is visszanézem a videókat, hogy egyszer begyorsul, egyszer lelassít, mit tudom én, akkor én hányom el magam, és akkor sajnálok benneteket, hogy bassza meg, hát ti ezt nézitek közbe. Sajnálom a szemeteket, mert tényleg nagyon gusztustalan látvány, de ezt nem tudok mit csinálni. Most azt, hogy meg és mit képeket rakosgassak be, annak meg szerintem semmi értelme. Mindegy. Szóval ez olyan dolog, amivel én sajnos jelenleg most nem tudok mit kezdeni.
De reménykedjünk benne, hogy majd megoldódik. Igazából még itt beállításoknál az a poén, hogy nézzétek meg, 17 a max FPS. Ebben az a poén, hogy amikor én fölvettem nektek a fagyott ködvölgyes videót, nem tudom, hogy ott pontosan mennyi volt, de azokban a napokban volt 47 FPS a maximum, és nekem ilyen soha nem volt még. 47-ig fölmenjen a maximum FPS, 30 fölé soha nem ment, sőt, volt, amikor még 25 fölé se. Újabban meg, ha volt olyan, föl volt véve gyerekek a grafika, úgy kezdtem a játékot, ezt hozzáteszem, úgy kezdtem a játékot, hogy na még a nagyon-nagyon kezdeteknél, hogy egyszerre futott a gépen a Facebook is, meg az SSO is. Akkor utána, amikor egy kicsit jobban belelendültem, akkor egy kicsit elkezdett szarakodni a gép, akkor volt az, hogy hogy csak a játékot vitte el, de azt akadásmentesen, full grafikával, mármint úgy értem, hogy így fölrakott grafikával. Akkor volt olyan korszak, amikor le kellett vennem, lebuktam. Kicsoda? Ki ő? Te ki vagy? Na jó, van, csak egy pillanatot kérek, mert itt ez így nem lesz jó. Szóval közül visszajöttem. Visszatérve, tehát volt olyan korszak, amikor maximum grafikával elfutott minden, akkor utána volt az, amikor teljesen le kellett vennem minden csonkra, és akkor úgy elvitte akadás nélkül, az volt az a videós korszak, ami a nyáron volt általában. Akkor utána volt egy olyan, amikor ez a mostani, nem, egyszer visszajött ez, hogy egyszer semmit nem tudtam csinálni, az szeptemberben volt, gyerekek, azt tudom, mert a szeptemberi hónapom az katasztrófa volt, tehát tényleg olyan lelkiismeret furdalásom volt, hogy a rohadt életben komolyan nem tudok föltenni egyszerűen videót, mert annyira akad a gép, hogy semmit nem lehet használni. Hogy én mennyire imádom ezt a gépet. Leállt a felvételt, nagyon örülök neki, amúgy már pofáztam itt egy 5 perce, miután leesett. És ez megint azért van, mert a jobb felső sarokban nem látom, hogy most veszi ezt a szart, vagy nem. Ez kikészít, gyerekek? Egyszerűen kiidegen. Nem tudok erre mit mondani. Kikészít teljes mértékben. Na mindegy. Szóval az a lényeg, hogy még arra akartam kitérni, hogy ja, hát igen, erre a szeptemberi dologra visszatérve, hogy annyira lelkiismeret fúderásom volt, hogy egyszerűen nem tudtam föltölteni videót, mert akkor is ugyanezt csináltam, mint most, de hát remélem most nem fog ez addig tartani. Ez is egy jó egy hónapig elhúzódott, szóval mindegy, tehát lényegtelen. Itt most az a fontos, hogy nem tűntem el, itt vagyok, csak egyszerűen még, hát várom, hogy jó legyen a gép, megkészülök a tézékre. Na mindegy. Volt még tegnap egy olyan kis valami, hogy az egyik csajszi megjegyezte Nikinek, hogy azért utál engem, mert hogy csak ígérgetek és nem tartom be. Mi volt az, amit ígértem és nem tartottam be? Én nem mondtam soha semmire azt, hogy ez meg az nem lesz, vagy hogyha mondtam is, akkor előtte nem ígérgettem orbaszájba, vagy legalább megmagyaráztam, hogy az miért nincsen. Tehát egyedül a Cassiót ígérgetem, meg a My Horses videót, Kulipintja egy esetet, meg kezdeteket, de hát ezt elmondtam, hogy mi van, tehát mindegyik lesz, csak még nem tudom, hogy mikor, szóval ezek olyan dolgok, egyedül a My Horses videóra tudom azt mondani, hogy lesz My Horses videó, csak akkor, amikor az új istálokat behozták. De ezt már elmondtam, ugyebár. Kezdetek videó, az meg majd valamikor, meg a többi is majd valamikor, de ezzel most nem szeretnék foglalkozni, mert nekem most fontosabb a tanulás, szóval én tényleg szeretnék érettségi, gyerekek, én jövőre érettségizem, nem akarok most én fölöslegesen ezeken gondolkodni, így is már szopok ezzel a videóval legalább fél órája, mert leállt ez a hulladék. Na mindegy, szóval lényeg, hogy ne aggódjatok, itt vagyok, meg vagyok, életben vagyok, jövök majd videóval, csak várom, hogy rendben jöjjön ez a valami itt, ami az ölemben van, ez a kis laptopocska, hogy rohadna meg, hogy már megint szivat. Na mindegy. Szóval igazából ennyi lett volna a mai napra, és ugyebár közeleg a hétvége, szombaton, ha tudok, akkor töltök föl egy map videót, mert már még nem úgy map videót, hanem a full Carnivore
mepet, mert elvileg holnap lesz a határidő, és remélem azért már holnapra tudják teljesíteni a csajszik. Azt hiszem 3 part kell még, vagy 4, már nem tudom. Majd megnézem, ezzel még ráérek foglalkozni. A vasárnapi verseny azt meg majd valamikor, lehet, hogy már vasárnap fönt lesz, nem tudom, de majd valamikor. Vagy vasárnap, vagy hétfőn, vagy kedden, tehát szerdai frissítésig megoldom, de azért annyira csak nem leszek már balfék, csak hogy megválogassam a szavaimat. Na mindegy, szóval igazából ennyit akartam csak nektek mondani, hogy tényleg ne haragudjatok, hogy nem videózok most meg ilyenek, de egyszerűen ilyen laggos gépper ezt nem lehet. Úgyhogy mindegy, amint tudok, normálisan is jelentkezem újabb, értelmesebb videóval. Szóval köszönöm, hogy velem tartottatok. Most már azért csütörtök van, holnap péntek, úgyhogy kitartást kívánok nektek, mert már közel a hétvége. Úgyhogy köszönöm, hogy velem tartottatok, további szép napot és kellemes hétvégét előre is. Sziasztok, csajszi barackok!